Izzik a levegő a halasi köztereken, hiszen ismételten legalább 38-40 fok körül karcolja a hőmérőt a higanyszál. Ebben az időben mindenki igyekszik az árnyékba húzódni, azonban azok a munkások, akik a Halasi Városgazda ZRT megbízásából dolgoznak a köztereken, ezt bizony nem mindenhol tudják megtenni. Éppen ezért a cég vezetője úgy döntött, hogy reggel 6 és délután 1 óra között dolgoznak ezek az emberek a köztereken. Egyikőjük úgy fogalmazott, hogy Feri bácsi nagyon jó főnök, hogy meghozta ezt a döntést. Nos, az időjárás kikényszerítette mindezt. Körülbelül 2 hónapja a 32-3 fokot nevezzük hidegnek. Most is ezen a héten ilyen 36-37 fokos hőmérséklet van délután, és ugye hát reggel vagy hajnal időben meg a 21-22 fok. Tehát ugye az átlag hőmérséklet is probléma, az 27-28 fok környékén van. Tehát ugye ezek a riasztások, egyebek, ezek nyilvánvaló, hogy nem pont minket érintenek, de nálunk ugye az volt a megfontolás, hogy akkor hogy csináljuk azt, hogy kint dolgoznak az emberek gyakorlatilag a szabad ég alatt. Ők is javasolták ezt, hogy akkor korai kezdés legyen. Nyilván egyébként kell egy kis munkaidőkezdeményt is adni nekik. És akkor amit még ehhez mellé tudunk tenni, a hűtött víztől kezdve azt, hogy a tűzönapon nem kell dolgozni, több szünet legyen, kicsit rájuk is bízzuk, hogy hogy szervezzék meg úgy a munkát, hogy tehát például vannak időszakok, most is egy brigád ugye olyan helyen dolgozik, ahol árnyékosabb a rész, de hát ugye nyilván nem mindenhol lehet ezt megtenni. Itt még az a másik, hogy vannak, akik gépeken dolgoznak, ezekben a fülkékben extrém meleg van. Tehát most egyelőre hát várunk a hidegre, ugye ez a 28 fok lesz majd a hideg. Tehát jövő héten talán már jobb lesz a helyzet, és ugye én azt gondolom, hogy a következő években el kell gondolkodni, hogy itt valamilyen más, radikálisabb megoldások is kellenek ebben az időszakban. A gyepfelületek sorra kiégnek, a locsolásuk ebben a nagy hőségben nem biztos, hogy eredményre vezetne a hatalmas párolgási veszteség miatt. A Halasi Városgazda ZRT bizonyos növények esetében próbálkozik a zsákos öntözéssel. Molnár Ferenc úgy gondolja, komolyan meg kell fontolni, hogy a következő esztendőket miként lehet majd átvészelni. A vízkészletek előbb-utóbb végesek lesznek. Ez most már nem ilyen egy-két napos dolognak tűnik, hanem itt 2 hónapon keresztül ilyen sivatagi állapotok vannak. Itt már bizonyos növényfajtákat lehet, hogy majd le kell cserélni, lehet, hogy másokat kell telepíteni. De hát ugye az öntözés is egy nagyon érdekes dolog, hát mivel öntözzünk? Azzal vízzel, ami majd utána lehet, hogy az ivóvíz készletből fog hiányozni? Most már ilyet nem is mondanék, hogy akkor hol van víz? A 40 centis sóstóba? Tehát inkább ezt nem is folytatnám, mert kinyitok egy olyan dolgot, amiben csak, nem tudom, vitát generálunk, tehát nincs víz, tehát a víz sincs már. Én abban bízok, hogy talán ez a Duna-Tisza közi dolog, ez most talán fölgyorsul, mert élhetetlenné válik ez a környezet. A mi dolgozóink is ugye hát ezt borzasztó nehezen bírják, tehát be kellett vezetni ezeket az intézkedéseket. Azt hittük eddig, hogy a tél az igazi probléma, a -10-20, hát ilyen nem is volt már mostanában. Itt most már úgy tűnik, hogy a nyár a gond.